nyíregyházi kertvárosi iskola 3. B-osztályos diákjai készültek látványos aerobik bemutatóval, ezzel avatták fel az intézmény felújított belső udvarának rekordtár részét. A lányok a 2023-as aerobikus versenyszezon magyar bajnokai voltak, és már az iskola udvarán is biztonságosan tudnak gyakorolni a szünetekben. A belső udvar azonban nemrég még balesetveszélyes volt. Az iskola évtizedekkel ezelőtt épült, akkor még egy szűkebb lakóközösség használta, más igényeket elégített ki. Az elmúlt években viszont jelentős fejlődésnek indult az intézmény. Úgy gondoljuk, hogy a mi felelősségünk az, hogy ezt a gyarapodást tovább segítsük, szolgáljuk a gyerekek, szülők mindennapjait. Ennek az udvarnak, amikor idejöttem, akkor azt láttam, hogy hát egy kicsikét göröngyös, hepehupás, ha elesik a gyerek, akkor nagyon megütheti magát. Ennek az udvarnak a felújítása most már nagyon-nagyon időszerűvé vált, és úgy gondoljuk, hogy ha építünk, akkor az legyen olyan, ami kiállja az idők próbáját, és valóban mindenkinek a megelégedésére szolgál, esztétikailag és funkcionálisan egyaránt. Ezután ünnepségeket is lehet itt tartani, a hétköznapok szüneteiben pedig játszani és kikapcsolódni tudnak itt a gyerekek. A gyerekeknek, a jövőnek, a tanulásnak, az oktatásnak a támogatása az a városvezetés több mint 10 éves kiemelt programja. Épp ahogy jöttem, eszembe jutott, hogy az első óvodai felújítás épp itt volt, és Sóstóhegyen 2013-tól kezdtük, és azóta az összes óvodát felújítottuk, ugye építettünk is egy újat a kórház területén, aztán az összes bölcsödét, ott 2 új bölcsödét sikerült megépítenünk, illetve felújítani, és hát az iskolák is jól állnak, nem csak az épületek, a közvetlen oktatási eszközök, hanem az udvarok, a sportolás, a mozgás lehetősége. Itt is 2 évvel ezelőtt sikerült egy új modern sportpályát építeni, ami műanyagborítású a gyerekeknek. Az egészségét őrzi, most itt van ez a belső udvar, elkészült a szupermenza, tehát ezek nagyon fontos dolgok. Hiszen a környezet meghatározza a tanulás minőségét is, hangzott el az udvar ünnepélyes átadóján. Ezért fontos, hogy 21. századi körülmények között igényes környezetben töltsék a gyerekek a hétköznapokat. Egyre többen hozzák ide a gyereküket, a kertváros népesség megtartó ereje is nőtt, és én azt szoktam mondani, hogyha a szülők örömmel hozzák ide a gyerekeket, mert az infrastruktúrális körülmények ma már fontosak, hogy 21. századiak legyenek, de valójában a beltartalom a fontos, az iskola szellemisége, az itt tanító, tanítónénik, tanárnénik, tanárbácsik, mert ha az alapképzettség jó, akkor a gyerekek többsége tovább tanul, és hogyha tovább tanul, vagy szakképzettséget, vagy diplomát szerez, akkor sikeres tagja lehet majd felnőtt korában a társadalomnak. A kertvárosi iskola dinamikusan fejlődik, egyre nagyobb a tanulói létszám. Jelenleg ez az egyik legnagyobb iskolája a városnak, közel 600 gyerek jár ide.